Szép jó napot kívánok mindenkinek, Rafai Dénes vagyok, Czapát Napolaja újból jelentkezik, az Alsóboldogfalvi történetekért. Hát én most a Szöllőhegy hátánál vagyok, itt gyakorlatilag minden le van zárva a környéken, nem lehet megközelíteni, magánterület lett minden, és feljöttem ide egy dombra, hát én valójában Cserehátra szerettem volna menni gyermekkoromban, ahol gyűjtöttük a szénának valót az állatoknak, onnan nagyon szép a kilátás, de innen is gyönyörű. Úgyhogy szeretnék egy kis körpanorámás képet csinálni. Egy picit körbefordítani a kamerát. Itt a környék így néz ki. Itt a Szöllőhegy. Itt előttem. Ott a háttérben a havas dombság. Ott fiatfalva. Itt előttem a bútorgyár, ott egy új cég létesült, ahol a négy hangárról előtte másik cég, ott hátul a hambár, a Jézus kiáltó, akkor itt velem szemben egy esztena, és ott még vannak tehenek is, gondolom azok oda tartoznak, szép a dombság, úgyhogy itt vagyok Alsóboldogfalván, és ragyogó napsütés van, nem azért vettem fel a kapusznit, mivel fázom, hanem nagyon fúj a szél, és a hangom érthető legyen. Tehát ennek csupán ennyi az oka. Valójában a nagyküküllői gátot szerettem volna látogatni, ahogy gyermekkoromban megtanultam úszni, de a horgász bátyám, aki valójában nagyon sok horgász mutatványra megtanított, őt nem találtam otthon, hogy úgy beigazítson, és ahonnan én megközelítettem, ott valójában lehetetlen volt hát megközelíteni a helyet. Annyira felnőtt a gaz, úgyhogy ez a kísérletem kudarcba fulladt, de úgy gondoltam, akkor feljövök ide a dombra, és akkor megcsinálom ezt a kis videót. Hát itt gyönyörűen süt a nap, szép a táj, ha most a szél is egy picit lennébb, de hát azért most megint kezdett fújni, azért nem veszem le, hogy a hangszóró azért csillapítsa a szélnek a hangját. És akkor itt egy diófa árnyékában vagyok. Itt van egy diófa, itt van a hátizsák, a bringám, amihez kísért utamon. És akkor még egyszer, tehát 3 percnél tartok. Nagyon szép volt itt a gyermekkorom, ezen a szép dombságon, hegyi úton, kinek minek, Magyarországon az ilyen már hegynek nevezik. Ezen vonultunk ki a mezőre, minden nap is volt, hogy 3-szor is megtettük ezt az utat. Ott velünk szemben még egy párhuzamoson vezet ki egy út, az fatába vezet. Úgyhogy nagyon szép gyermekkori éveket töltöttem itt a mezőn. És boldog gyermekkorom volt, úgyhogy erről szerettem volna egy picit megemlékezni most. A Szöllőben is szerettem volna egy videót csinálni, ott édesapám rengeteget dolgozott, nagypapám is, ambutata, úgyhogy ők készítették a bort, és ott is egy családi összejövetel volt a bor szüret, ahol zenés mulatság volt, kijött egy harmonikás, elhúzta mindenkinek a nótáját, persze cserébe is kapott egy kis alamizsnát, egy kis pénzt, egy kis bort, úgyhogy egy ünnep volt a szület. Hát ennyit szerettem volna néphez a belesűríteni. Hát köszönöm szépen, aki megnézte ezt a kis videót, és az Alsóboldogfalvi történetek sorozatban fog ez bekerülni. Úgyhogy üdvözlök mindenkit, sok szeretettel, kellemes délután, kellemes estét mindenkinek, viszont hallásra, viszont látásra.